A program megnyitása és indítása után a következő képernyőt láthatjuk. Először nézzük át a menürendszert. Fönt a legördülő menüben a File, a Controls, a View, a Stop, az Edit és a Help főmenüket láthatjuk, és ezután az egyszerűbb és gyakran használt parancsok esetében külön láthatunk ikonokat is, kitéve a legfelső sorba. Nézzük a következőkben a File menüt. A File menü esetében az első eset egy új scriptnek a megnyitása. Az új script megnyitása esetén megadjuk a script nevét, legyen ez mondjuk próba. Elmentjük, egy PDF fájlt fog elmenteni a programunk, amihez egy jellemzők szerint, jellemző parancsok szerint kiszínezett scriptet láthatunk. Ez a script tartalmazza már a problémák általános felépítésének az első lépcsőit. Zárjuk be most a megnyitott scriptünket a close parancssal, és nézzük az open file menüt, ami open file menüben már meglévő problémákat, meglévő létrehozott problémákat nyithatunk meg. Most nézzük a meglévő létrehozott problémákat a Simple Diffusion Equation menünek a példáján, file-nak a példáján. A file létrehozása után el is menthetjük ezt a fájlt, vagy menthetjük más néven, illetve bezárhatjuk a fájlt. Az import almenüből DXF fájlokat kétdimenziós problémák esetében importálhatunk, erre nézzünk egy egyszerű példát, ahol egy AutoCAD-ben kimentett egyszerű DXF fájlt próbálok a továbbiakban behívni. Tehát visszatérve a DXF file importálására, megadjuk az elérési könyvtárat, és itt a könyvtárban a DXF input alkönyvtárban találhatunk meg egy egyszerű DXF fájlt, amit megnyitva tulajdonképpen egy létrehozott objektumot találhatunk meg határaival, amit majd később egy fájlba behívva tudunk értelmezni. Itt az általunk definiált koordináták alapján, AutoCAD-ben megrajzolt koordináták alapján fog egy domaint, illetve alzónákat meghatározni ez a fájl. Zárjuk be a fájlt, és nézzük a többi almenüjét a file menünek, a View File menüvel már elkészített, korábban elkészített fájlokat tudunk behívni. Ezek az elmentett fájlok különböző outputjai a modellnek, és ezeket tudjuk elmentett külön fájlként, scriptek nélkül használni. A fájlt már ismert jobbgombbal kattintva bezárhatjuk, és az utolsó menüponttal kiléphetünk a programból. Hívjunk be most egy meglévő fájlt, hogy a korábbi ismereteinket a menürendszeren tudjuk folytatni. Ez a legegyszerűbb fájl az lesz, ami nek a segítségével majd végig fogunk menni a rendszernek az ismertetésén. Ez egy egyszerű diffúziós egyenletre vonatkozó problémát mutat meg. A Controls menüben tulajdonképpen azok az ikonok találhatók meg, amelyek itt kint a felső menüsorban is megtalálhatók. Ezeknek a segítségével futtathatjuk a problémánkat azonnal, vagy a domain részleges és előzetes szemlélése után.
Nézzük ezt a lépésenkénti futtatást. Kattintsunk a domain menü gombra, így megmutatja a kiválasztott domain első régióját, majd a folytatás gombra kattintva megmutatja a teljes régiót, és ezután megrajzolja a teljesen felépített doménünket, folyamatosan a folytatás gombra kattintva a véges elemhálót létrehozza a modell, és ezután létrehozza a definiált plottokat. A Controls menüből a Show Editor parancsal visszaléphetünk a script szerkesztő részbe. Illetve, hogyha kedvünk van, visszamehetünk megszemlélni az általunk létrehozott plottokat. A továbbiakban zárjuk be ezt a fájlt, és nyissunk meg egy másik problémát, amelyeknek látványosabbak a kimeneti ábrái. A probléma egy henger körüli viszkózus áramlást mutat. Futtatva most már az ikonsorból a domaint mutatja először az ábra, utána a domain határait, majd a véges elemhálót, a véges elemháló besűrítését és az eredmény fájlokat. Visszalépve a szerkesztő sorba, próbáljuk most lépésenként újra. Itt lehetőség van minden esetben visszalépni a szerkesztő menübe, és itt elvégezni a szükséges korrekciókat, hogyha erre szükség. Nyissuk meg ennek a problémának az elmentett output fájlját, és nézzük a View menü parancsait. Amennyiben egy olyan problémánk van, ahol több kimeneti ábra van, akkor ezeket a problémákat külön a View File menüvel behívhatjuk, és megnézhetjük ezeknek a kimeneti fájloknak, kimeneti plottoknak az alakulását. Hogy a Stop menüt szemlélhessük, ezért futtassunk, nyissunk meg egy olyan fájlt, amelyik bonyolultabb problémát taglal, illetve esetleg időben is változó problémát vesz figyelembe. Ebben az esetben most az előbbi problémánkat, tehát egy henger körüli áramlást vesszük egy kicsit bonyolultabb körülmények között, amikor a viszkozitás már nem túl nagy ahhoz, hogy turbulens örvények is kialakulhassanak. Futtassuk a scriptet, ezután pedig a stop menüre kattintva megállíthatjuk a futását a programnak. Ilyenkor mindig rákérdez, hogy megállítsa valóban a program futását és visszalépjen a szerkesztő menübe. Válasszuk most a nem parancsot. Megállíthatjuk az iterációt, futtassuk újra a problémát, megállíthatjuk az iterációt, ilyenkor megáll a legközelebb iterációnál, megállíthatjuk az adott grid hálózatnál a programot, és ebben az esetben a jelenlegi hálónak az iterációját fejezi be, megállíthatjuk, hogyha több szintben futó problémáról van szó, akkor ezekben a jellemző szintekben a program futását, és ideiglenesen késleltethetjük a program futását, amelyet aztán újra indíthatunk a Continue gombbal, vagy visszaléphetünk a szerkesztő menübe. A legutolsó gombbal egy olyan helyzetet menthetünk el, amely egy későbbi másik probléma számára kiinduló helyzetként jelentkezhet. A Help menüben találjuk azokat a fájlokat, amelyeknek a segítségével a kérdéseinkre választ kap. A Help menü a Windowsban szokásos felépítésű ablakos rendszerű menü, ahol megtaláljuk az interneten is fönntalálható segítséget
a kezdetektől a felhasználói kézikönyvön keresztül a bonyolultabb problémák megoldásáig, illetve a mintafájlokat, rákereshetünk az adott parancsra vagy kérdéskörre, és ez az interaktív menü nagyban segít nekünk abban, hogy a felmerülő problémáinkat gyorsan megválaszolhassuk. Ismételjük át most a menürendszert a fő ikonokon, új script megnyitása, meglévő fájl megnyitása, mentése, a scriptnek a nyomtatást most kevésbé fogjuk használni, a domain megtekintése és a lépésenként való vizsgálata a probléma megoldásának, a probléma egyszeri futtatása megállítás nélkül, a scripthez való visszalépés, és a script és az outputok közötti váltás. Nem beszéltem még az edit menüről, amelynek a segítségével a szövegszerkesztőben ismert parancsokat felhasználva tudjuk a scriptünket szerkeszteni. A menürendszer ismertetését itt befejezem, és a továbbiakban egy egyszerű probléma kapcsán ismerkedünk meg a rendszer